Ha megyünk a magyarországi főutak mentén, fiatal cigánylányok, asszonyok árulják a testüket, kitartóik, a környék urait játszó uzsorahiteleket kihelyező bűnözők jólétét megalapozva. Napjainkra az élet megdrágult. A liberális, izraeli, amerikai rablótőke és az őket kiszolgáló MSZP, SZDSZ, Fidesz, MDF alkotta parlamenti egybázrendszer kapzsiságának köszönhetően Magyarországon a megélhetés sokba kerül. Mi, magyarok, hogy élni tudjunk, hiteleket vettünk föl a törvényes uzsorás liberális bankoktól, fedezetül adva nyomorult fizetésünket, lakóházunkat. A mi adónkból, havi közel 80 milliárd forintunkból segélyeken tartott, szaporított cigányság is egyre kevésbé tud megélni, és miután Kuncze Gábor, SZDSZ-es politikus bevezette a megélhetési bűnözés agyament fogalmát, a magyarság nehezen megkeresett vagyonát dúlják, fosztogatják a cigányok, ügyelve arra, ha valaki bukik, a családban nagyszámban fellelhető valamelyik gyereke vigye el a balhét, mivel az nem büntethető.